egy durranást hallottam. Huszár László vette észre először, hogy szomszédjánál valami nincs rendben. A férfi azt mondja, a robbanásra lett először figyelmes, kiment az utcára, és amikor meglátta a garázsból kiáramló füstöt és a lángokat, értesítette a tűzoltókat. Jöttem ki az ajtón, akkor látom, hogy itten füstöl az ajtó. Két ajtó a garázson. De akkor már lángolt. Ezt gyorsan visszaszaladtam telefonálni. A tulajdonos elmondása szerint reggel járt a garázsban, de akkor semmi különöset nem tapasztalt. A melléképületben többnyire szerszámokat tároltak, de volt benne egy fagyasztóláda, egy Kia típusú autó és egy PB gázpalack is. Minden megsemmisült. Az ajtót elkezdünk befelemelni. Az egyenruhások három autóval siettek a helyszínre, a tűz eloltásával viszonylag gyorsan végeztek a szakemberek. Hogy megakadályozzák a még izzó anyagok újragyulladását, ahhoz szinte az egész garázs szét kellett szedniük, és a kéklámpásoknak ehhez több időre volt szükségük. Két fa héjazat között van egy közelgyapott szigetelés, hogy az oltáson nehéz, mert le kell bontanunk az egész fal szerkezetet, hogy mind a két oldalra el tudjuk oltani. A tetőszerkezet is fából készült, mind a födén, mind a tetőszerkezete cseréborítással. Személyi sérgülés nem történt, a tűz keletkezési okát a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai vizsgálják.